Egészségre fel, erre buzdítanak a kampánynak a jelmondata, mely határon átívelő formában azt próbálja felmérni, hogy a fiatalok miként vélekednek az egészségükről, az egészségügyről, a szolgáltatások minőségéről, mennyire érzik komfortosnak az ellátást. Végül szeretnénk ezeket a javaslatokat a döntéshozók elé hozni, hogy majd a későbbiekben esetleg ez valódi változásokat idézhessen elő. A projektben az anyaországi magyar diákokkal dolgoznak együtt erdélyiek és szlovákiai magyarok. A cél egy ifjúságbarát egészségügy megalapozása. A Sej János Gimnázium 50 diákja a projekt aktív szereplője. Mindenképpen úgy gondolom, a döntéshozóknak figyelme kéne venni a fiatalok véleményét, hisz rajtunk áll a jövőnk. A Sej János Gimnáziumban megtartott projektnapon dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is jelen volt. A kisebbségvédelemben és a kisebbségi nyelvhasználati jogokban jártas politikus azt hangsúlyozta, kisebbségi közegben a felvetések közt gyakran megjelenik a nyelvhasználat kérdése is. A magyar nyelv 2021-től a legutóbbi népszámlálás óta azokon a településeken használható, mint kisebbségi nyelv, ahol legalább 15%-nyian élnek a kisebbség részéről, viszont azt ugye kevesen tudják, hogy orvosnál, egészségügyi intézményekben, szociális intézményekben ez az általuk egyébként anyanyelvként használt nyelv mennyiben használható, mennyiben köteles biztosítani egyébként az intézmény a kisebbségi nyelv használatának a lehetőségét. Azok észrevételei szerint, akik a kutatásban részt vesznek, ha az egészségügyről van szó, a diákok az ellátórendszer túlterheltségét, a digitalizációs hiányosságokat és a prevenció hiányát emelik ki a leggyakrabban.